úgy kapcsolódik úgy a szabadságharcoz, hogy nemzetőrökké voltak ezek felvéve, tehát önkéntesek voltak tulajdonképpen, hogy az osztrák császári katonák túl megvédjék a vidékünket, hogy ne sarcolják meg a magyar kereskedőket, a magyar embereket. Ezek az emberek mind tiszaújlaki férfiak voltak, vannak olyan, akik családból kette-hárman is vannak, és később őket átképezték a munkácsi táborokba, különböző fegyvernemekre, ahol részt vettek majd a Kossuth szabadságharcba. Nekem jött egy elmém valamikor, mikor elnökké javadtak, hogy nem létezhet, hogy Tiszaújlakon ne lett volna a Kossuth csapatába katona, vagy a Rákóczi fejedelem csapatába ne harcoltak volna, és igazam lett, mert megvalósítottam egy olyan dolgot, ami minden álmom volt. És büszke vagyok arra, hogy ez sikerült. Örülök és örömteljesen gondolok arra, hogy milyen nehéz küszöbökön kellett áthaladnom és átmennem, míg ezeket meg tudtuk valósítani. Hisz az ukrán kormány is akadályozta valamikor azokat a dolgokat, mikor a Rákóczi emléktáblát avattuk fel, de azért sikerült a járási elnökkel létrehozni olyan eseményeket, hogy engedélyt kaptunk és felavattuk a Rákóczi táblát a Sóház falán. Most itt nem volt semmi probléma. Itt csak annyi volt a gond, hogy ugye nehéz elkészíteni a tervrajzokat, és sok idő telik el, míg megkaptuk a dokumentációkat, az engedélyeket, de viszont a polgármesteri hivatalba nagyon sokat segítettek. A tiszaújlaki polgármesternek is köszönöm azt, hogy ennyi segítséget nyújtott, és ővel együtt a polgármester hivatal ezt meg tudtuk valósítani.